akinek a heti szakaszt Brauer Péter műsorát látják. Műsorunk vendége Heller Ágnes, kezi csókolom. Jó napot kívánok! Kérdezem, hogy tetszik önnek ez a 20. századi újfajta megemlékezési módszer? Minden megemlékezési módszer fontos, akármilyen a megemlékezési módszer. Ennek nem igazán szimbolikus jelentősége van, hanem egyes emberekről van megemlékezés. Egy konkrét emberről van megemlékezés. Itt például az apám lakott, és ez a kő, amit itt letesznek, az apám emlékét fogja hordozni. Tehát itt nem egy népnek, egy emberi sorsnak általában állítanak emléket, hanem egy embernek, mindig egy-egy embernek, aki az áldozatok közül egyike volt az áldozatoknak. És ezért egy szép megemlékezés formának tartom. Azt akarja mondani nekem, hogy ezentúl el fog látogatni a Falk Miksa 24-26-ba, hogy emlékezzen édesapjára ezen a botlókövön? Nem hiszem, hogy azért fogok elmenni, mert szerintem úgy is emlékszem édesapámra. 70 év óta nem szüntem meg emlékezni az édesapámra. Nekem nincs szükségem botlókövre arra, hogy apámra emlékezzek. De azért mások látják, hogy ez az ember itt élt, és ezt az ember, aki itt élt, megölték. Auschwitzon ölték meg. Mások is megnézhetik, láthatják. Nekem nem kell ezt megnézni, nekem nincs szükségem botlókövre azért, hogy az apámra emlékezzek. Gondolom az ön gyerekei és unokái is emlékeznek, annélkül, hogy ismerhették volna a nagyapjukat. Pontosan igaz. A lányom éppen nem régen az interneten az apámnak a végrendeletét, hát mondjuk nyilvánossá tette, és hát mindenki olvashatta, mindenki fűzhetett a kommentár. Csodálatos ember volt az apám, és a végrendelet is csodálatos. Nos, tehát nem csak ismerik, hanem megismertetik annak a nagyapának az emlékét, akivel ők sose tudtak találkozni. Ha az ember Heller Ágnessal találkozik, nem tudja nem megkérdezni, hogy éppen melyik könyvén dolgozik. Hát éppenséggel nagyon furcsa könyvben dolgozok. Írok egy filozófia történetet gólyák számára, mert felháborít az, hogy manapság egyáltalán nem tanítanak filozófiát az egyetemeken. Mikor én egyetemista voltam, minden első es tanult filozófia történetet, dögészek, közgazdászok, műszakiek, mindenki, most egyáltalán nem létezik filozófia az egyetemen. Hát írok egy filozófia történetet gólyáknak, és most fejezem be az első kötetet az ókorról. Én csak egyet tudok kívánni. Összes nézőinknek és hallgatóinknak életem első filozófia tárgyú könyve Heller Ágnestől volt, és bízom benne, hogy még nagyon sokat fog írni, hogy tudjuk olvasni. Én is és mindannyian. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy még tudok egy pár könyvet írni. Nagyon szépen köszönjük, és emlékezzünk együtt.